Sziasztok, jó reggelt innen, Sejjeves útállomás váróterminálisban. Hamarosan érkezik egy Bécsbe, amire el tudom menni először Szentkörincig, aztán Középlikószig. Tehát, hogy 2007-es hirdetnék, és itt van még az első. Itt a vonalbezárásról Balcs és Sejje, és Sejje és Villány. Bár Balcs és Sejje között már 2006 óta nem volt személy. 2006 májusában állították le a forgalmat, addig viszont vonatportóbuszok mentek, és az is megszűnt 2007-ben. És itt van a mostani, hogy Sejje és Villány között akkor még volt személyszállítás. De hát majd erről fogok beszélni, hogyha Középlik hozzáérünk, hogy fontosan mi volt az oka, és mi történt a vonalban. Mert a 62-esnek a sorsa az sajnos példa nélküli. Ja, hogy egy pénztár már abszolút nem működik, úgy tudom se én, hanem a vonaton kell venni egyet. Hát igen, és ez még a régi idők, amikor még volt külön nem dohányzó váróterem, a dohányzó. De itt is van. Viszont a pénztár az nincs nyitva, és... Hát különböző hirdetmények azért vannak. De hát látszik, azért régenben nagyon forgalom volt itt, hogy két pénztár is kellett. Egyébként szép ködös reggel van, de annyira a látótávolság nem csökken a köd miatt, hogy nem lehessen valahogy bejárni, plusz ez még reggelig még fel is oszolhat. Hát ez egy 2016-os személyszállítási térkép, de ez a vonal, látjátok, már nincs rajta. Ott van, hogy Balcs és Villány között már ki van húzva. Középlikóc állomás, tehátok van három vágány, ott ment ki a csörgő Balcs fele, vagyis hát a hörgő 304-es hörgő volt, Balcs felől jött egy dezíró, itt volt a kereszt, ugye 5 perces késésben voltunk, tehát gondolom át lett helyezve ide, és hát itt van az állomás épület, három vágány, szolgálat is van, és majd a 62-es bejárása lesz, ami majd arra felágazik ki. Hát igen, megint van egy kisebb kör, de hát ez még annyira nem korlátozza a látási viszonyokat, hogy ne lehessen vonalatba járni. És hát a terv az, hogy eljutunk két új faluba, ami 16 km, és van erre egy olyan kicsivel több, mint 7 óra, tehát 7 óra alatt 16 km-t kéne lenyomni, viszont hatalmas gazdal lehet számítani. Mert ugye arrafele már nagyon régen nem járt semmi, mert ugye a sinekbe is beleloptak, tehát nem tud már a gyomírtó menet se végig menni. Ott van egy melléképület, mellette egy toj-toj WC, lehet, hogy az Aria koncert lesz. És ott pedig az állomás épület, és itt a falu fele vezető út. Hát ott még lebetonozva sincsen, tehát valószínűleg itt nem sokan szoktak le is felszállni. Ezt nézzétek, ami érdekesség, hogy két épület is van, de ez maga a felvételi épület, legalábbis itt a forgalmi iroda itt van. Ez viszont akkor nem tudom, hogy mi lehet. Ma gondolom, valószínűleg ez volt egyébként az eredeti felvételi épület, csak ezt nem használják. Már lehet, hogy laknak benne. Van itt egy TV antenna, de más mozgás nincsen. De hát ez még ideális lenne a lakóháznak. És ide van kirakva a menetrend is. Itt van minden információ. Ott a mellék épületben ott a WC. De akkor ez a másik épület.
Nem hiszem, hogy szolgálati lakás. Vagy lehet, hogy pont fordítva volt, hogy ez a téglás volt a szolgálati lakás, ez pedig az eredeti felvételi épület. Hát minden esetre érdekes. És itt a melléképület. Hát az már elég nagy állapotban van, viszont ez, szerintem ez még menthető állapotban van, ez a másik épület. És van itt egy régi kút is. Elektromos, ráadásul mi az a villany rajta? Ja, ez csak egy konnektor. Ja, innen lehet, hogy lehet vizet szivattyúzni. És akkor errefele tovább. Látjátok, itt vannak az alakjelzők. És ez lesz majd a 62-es vonal. Egyébként Kaposmérő felől is volt idefele egy vonal, amit még a közlekedés politikai koncepcióba szüntettek meg, na majd egyszer talán azt is be fogom járni. Illetve Balstól még ott volt a Nagyatádi vonal. Ugye az folytatódott tovább Balst fele, most már csak Somogyszobtól Nagyatádig van meg. És azt nézzétek, ott is van egy régi kút, és itt pedig egy régi őrhely. Ez valószínűleg váltókezelő őrhely volt, de eléggé menőtlen az. Viszont ott az újabb. És ott viszont szolgálat is van. És van itt egy kiágazó vágány, ami hát nem tudom, hogy hol vezet. És ezt nézzétek, itt is van. Hát itt is volt valami. Hát ez egy iparvágány, ami nem tudom, merre megy, mert ez a térképen sincs rajta. És itt kezdődik a 62-es. Vagyis hát, hogyha pontosak akarunk lenni, akkor ugye itt végződik. És látjátok ott a vedes négyzet. Szóval erről a vonalról annyit kell tudni, hogy már nem is lehetne rajta végig menni, mert Drávafokig vannak sínlapások is, meg az útátjárókból is kiszedték már a sineket. Erről a vonalról lemondtak, és már a térkép sem jelöli. Ez gyakorlatilag ez már jogilag ez egy már nem létező vonal. Na, majd csak mondom, reggel van még. És itt mellette a másik, az a 60-as, ezen jöttünk. És itt még ugyan jó a pálya, de ez majd valószínűleg később változni fog. Na, 62-es vonal, és kb. 2 kilométerre van Dráva Tamási. És itt már azért látszik, hogy itt bizony nagyon régóta nem járt vasúti jármű utoljára. És itt van az alakjelző. Ez sem lesz már szabadra állítva. Én aztán 2007 környékén, már a bezárás után körülbelül egy évvel, itt még végigment egy azt hiszem TVG vagy UDJ-s menet, ilyen PFT. Erről Pete Gabinak van videója. Igazából nem túl jó minőségű, de van. És hát ennél jobb már nem is lesz, mert hogy azt hiszem az volt talán az utolsó alkalom, amikor még végig lehetett rajta menni. Legközelebb, amikor jöttek volna a PFT-sek, már sínhiány volt, és ilyen nem tudtak már végig menni, és most már szerintem unimoggal se lehetne komolyabb bozótiltás nélkül itt végig menni. És itt még ugyan jó a pálya, itt 48-as sínek vannak, meg betonaljak. Viszont azért is kellett már 2006 májusában, szóval még a vonalbezárások előtt itt leállítani a forgalmat, mert nem volt már lehetséges fenntartani, mert 1912 óta semmilyen fejlesztése a vonalon nem volt Drávafok, és hát igazából azt hiszem Drávat a másik között talán már, tehát itt még az évnél kicserélték a sineket, de egyébként aztán Drávafokig a nyílt vonalon végig megmaradtak a 23 kilós kisírsinek, a bányakavics ágyazat, meg az akkori talfák, hát maximum talfákat cseréltek, de más nem. És emiatt már a forgalmat nem lehetett fenntartani. Tehát még a 2006-os menetrendben, hát ezt meg kell kerülni. Ugye az utolsó fellehető menetrend az azt jelenti, hogy a körülbelül azt a 26 kilométert, ami Drávafokig van innen, azt olyan körülbelül másfél órás menetidővel, azt hiszem 1 óra 26 percre jól emlékszem, de valami ott olyan másfél óra körüli menetidővel tudta a BZ abszolválni. Rengeteg ötös lassú jel volt. Erről ugye Móra Attilának is van videója még az utolsó pillanatokról. Volt kint itt a nyílt vonalon is, meg utazott a BZ-n is. És ott lehet látni a pályállapotokat, és
Azt hiszem az volt az a videó, ahol elhangzott az a mondat a mozdonyvezetőtől. Hallatszik a háttérben, amikor miközben ugye a BZ-ből megy a filmezés, hogy hát ezek már nem sínek, ezek itt függönykarnisok. És hát volt benne igazság, tehát itt már ötös lassú jelek voltak, és úgyis majdnem leesett a sínről a vonal. Tehát itt egyszerűen azért kellett leállítani a forgalmat, mert már nem lehetett fenntartani biztonságosan. És felújítás persze nem történt, ugye akkor még vonatpótló buszok szállították az utasokat Selje állomásig innen. Aztán 2007. március 4-én, ugye az első vonalbezárási hullámba, ugye a vonatpótló buszok itt megszűntek, és átvette a Volán, és Villáj meg Selje között is leállították a forgalmat. Ja, azon a szakaszon is voltak kis ízsínes részek, viszont ott azért ott átépítések is voltak, és ott nem egybefüggően volt rossz a pálya állapot, hanem úgymond foltokban, ott Kémes környékén. Ugye a tavalyi vonalbejárós videón is látszott, hogy ott voltak még kis ízsínes szakaszok. De például a Harkányig meg volt csinálva a pálya rendesen. Meg a Harkánytól Siklósig sem volt semmi probléma a pályában. Na, hát látjátok, hát itt meg közben mostani állapotokat meglátjuk. Biztos, hogy lesz egy-két olyan szakasz, ahol gyalog se lehet egyszerűen átmenni. Viszont így óránként 2 kilométert kell megtenni ahhoz, hogy két új falun gond nélkül elérjem a buszt, az meg. Hát egyenlőre úgy tűnik, hogy tartható. De előfordulhat, hogy lesznek olyan szakaszok, ahol nagyobb kerülőket kell tenni. Esetleg egy szántóföld vagy közút fele, mert áthatóhatatlan dzsumbúj lesz. Hát, ameddig lehet, addig megyek. Aztán persze lehet, hogy hamarabb ki kell szállni a Szörénynél vagy Zádornál. És nem is jöttem sokat, de itt meg már úgy tűnik, mintha valaki hozzányúlt volna a pályához. Ez egyszerűen hihetetlen, hogy benne az erdőben ott mekkora dzsumbúj volt, és akkor hogy itt most hogy ennyire tiszta, tehát itt biztos, hogy állt valaki. És ezt itt gazolták. De hogy mi célból és kicsoda. És még itt vannak a vonóvezeték tartók is, csak ugye vonóvezeték az már nincsen. Szerintem lesz egy előjelző még ott valahol arrébb. És itt meglepően jók a pályaállapotok most még. Vonóvezeték tartó megvan, persze vonóvezeték az már sehol. Jött, ahol alátéteket meg csavarokat is loptak a pályából, az lenne a csoda, ha a vonóvezeték meg lenne. És egyébként itt volt egy útátjáró, látjátok, és ott az előjelző is. A vasbakter még itt van, hát nem tudom, a fénycsolompó itt lesz-e. Szerintem már nem. Aha, igen, és kibontották a sineket, ez viszont hivatalos bontás volt már. Na, mindjárt meg is mutatom közelebbről. Itt az útátjárókból kibontották a sineket, ez már hivatalos, tehát innestől kezdve biztos, hogy fizikailag sem járható már a pálya. És viszont itt van az előjelző. És én gondolom, amikor újra aszfaltozták az utat, akkor szedték ki. És ez a jelző viszont érvénytelenítve van. És akkor innen már látszik a pálya állapot, meg a gaz is. De mindjárt mutatom, hogy mi vár még ránk. Nézzétek bizony, hát itt olyan betonaljas a pálya, viszont kis ízsínek. Tehát azt látjátok, ezek a nagyon vékony függönykarnis sínek. Ilyeneket ilyen manapság már csak kisvasúton használnak. Mondjuk oda még alkalmas is. Ugye például a kemencei az ilyenből épült. Hát de például a Tiszakécskén is már 34-eseket használtak. De nagyobb forgalmú kisvasutaknál meg 48-asat, például a Válvölgyi vagy a Fenyvesi Csisztai ága is 48-asakból épült, tehát bár az igazából az egy rendes vasúti pálya keskeny nyomtávon. Viszont nagy vasúton ilyen kis ízsineket, hát egy vonalon még használnak, de már ott is ugye fogyatkozik. Hát ennyi. Azt még nagyjából lehet látni, hogy merre megy a pálya, nagyon más nem. És hát emiatt is kellett bezárni ezt a vonalat, mert gondolom, hogy itt a betonaljakon még mondjuk szó-szó, de később biztos voltak olyan helyek, ahol már
nem lehetett fenntartani a forgalmat. Hát igen, mondjuk úgy, hogy 90 éven keresztül gyakorlatilag semmit nem költöttek rá, hát borítékolható volt, hogy tönkre fog menni. És ahhoz képest 2006-ig húzta. Ilyen kis ízsének a neleve, azt hiszem 30-nál gyorsabban nem is nagyon lehet menni. Legalábbis tartósan. Egy híd. Már betonból van, csak a korlát van fából. Úgyhogy ezen át lehet menni gond nélkül. Hát, pályó állapot az mit se változott. Van legalább betonaljak vannak. És ezt hát mondjuk ott van egy ösvény, azon el lehet még menni. És így nézett ki a másik irányba. Na, egyre rosszabb a helyzet. Na, ide nézzetek. Hát ezen aztán nem lesz egyszerű átmenni. Most megint egy picit jobb lett a helyzet. És itt van egy átjáró. Hát egyszerű erdei út. És hamarosan itt kéne lennie valahol Dráva Tamásinak. Hát eddig még úgy tűnik, hogy nem lesz nagyon vészes a helyzet. Felépítmény mit sem változott. Na ezt nézzétek, mekkora dzsumbúj. Hát, megpróbálok itt fent kerülni. És egyébként nagyon sok a csalán. Itt viszont teljesen eredeti a felépítmény. Talpfák, sincsavarok, kisísinek. Viszont eddig sínhiánya még nem találkoztam, leszámít volt az útátjáróból kivontott sinekkel. De elhanyagolt fájú állapot az egy inkább. Viszont ugye az arról szólnak a hírek, hogy itt már nem is lehetne közlekedni, mert sok helyen beleloptak a pályába. Hát mondjuk sincsavarok tényleg hiányoznak, meg hevedelek, de sín az nem. Legalábbis eddig. Na hát itt viszont a közútját, azt látjátok, hogy szépen vastagon ráhordták a sadat a sinekre. Megvan annak a sinek, csak be van temetve. Na itt viszont, hú, milyen sima az út előre. Hát akkor használjuk ki, ameddig ilyen. Itt igazából minden méter ajándék, amit nem ilyen hatalmas nagy dzsungelbe kell végigharcolni. Hát igen, járhatatlan pályaszakasz. Hát most ezt vagy meg kéne kerülni a gazdba, vagy megpróbálni itt átmászni. Itt a kettő között lehet, hogy sikerülne. Hát ezt nézzétek. Nyomokban vasutat is tartalmaz. És egyébként arrafele van valahol Dráva Tamási. És jelez a Google itt egy földutat. Valószínűleg ott a kerítés tövében. Vagy a kerítésen túl lesz az inkább. Csak a Google rosszul rajzolta be. Maximum a kerítés tövébe fogok majd tudni elmenni, hogyha itt nagyon bedurvul a helyzet. És itt van Dráva Tamási megállóhely. Van egy MÁV kerítés darab. Lehet, hogy itt régebben állt egy épület. De az biztos, hogy amikor bezárt a vonal, akkor még táblás megállóhely volt. Egyébként innen jöttünk, ez volt az a nagy dzsumbúj. Egy részén itt az erdőbe kellett kerülni, mert egyszerűen járhatatlan. És jobb úgy látom, nem lesz a marra se. A Dráva Tamási felől, és ismét, egy viszonylag konszolidált helyzet után, ismét itt van. Megnézi, tüske ment a hüvelykújjamba, de ki tudtam szedni, mert kiállt a fele. Na, akkor megvan. Hát erre fele kéne tovább menni, ott van a pálya. De itt még azért valamennyire mellette lehet menni, ha rajta nem is. Itt az erdőbe kell haladni előre, mert itt a környéken nincsen semmilyen út, viszont majd valahol itt keresztezni fogunk egy közutat még kastélyos dombó előtt. Na, ott a távolban még. A sínszál látszik úgy egy... Itt meg volt egy nagy gödör. Aztán. Hát igen, itt legalább látszik a sínszál. És itt látszik nagyjából az a lépítmény is, ezek a nagyon régi bányakavicsok. És ez van 1912-es. Tehát ez a pálya nagy része, ez ilyen végig.
Tehát ezen semmilyen felújítás szinte nem volt 1912 óta, és itt jól látszik, tehát ez a kiépítéskori felépítmény. Ugyanazok a sinek, ugyanazok a tavfák, ugyanaz a felépítmény. Ezt nézzétek, errefele, a kastélyos dombó fele haladva. Hát igen, dzsumbúj. És viszont nagyon szép erdei szakasz. Hát előjöttünk eddig. És itt van egy rozsdásodott tábla, ha jól látom, egy H betű van rajta, ami a hótörőmenetet jelzi. Hát ide inkább gajtörőmenet kéne, de az nagyon. És itt van egy közút, ahol bizony régen egy fénysorompós átjáró volt. És látjátok, a vasbakter megvan. Ki is van itt belezve. Hát... Davazsakon kívül van benne valami? Elvileg itt van a pályatelefon, meg a mézgacsatlakozó, de ezt nem nyitom ki, mert lehet, hogy dadasak lakják, vagy madarak. Mint az utóbbi lenne a kisebb gond. És hát itt még a sinek is megvannak az átjáróba. Viszont a vágány vége jelzés az megvan mindkét oldalon. Vagyis hát a járhatatlan pálya jelzése. Azta, hát... Dzsungelharc indul megint. Hát szépak a kilátások, az már biztos. És itt rengeteg ez a rózsabokor, a szúrós fajta. Na ezt nézzétek. Itt a nagy gaz. Viszont itt van az az akadály. Hát ami nem lesz egyszerű. Hát ez bizony villanypásztorral el van kerítve a vágány. Ezt valahogy meg kell kerülni. Csak kérdés, hogy melyik irányból. Meg hogy hogyan. Mondjuk ez valószínűleg abszolút nem szabályos, hogy ezt ide húzták. Mert hogy ez még mindig MÁV terület. Tehát ezt nem lehetne ide áthúzni. Viszont átmenni se tudok rajta, ott meg rótkerítés van, úgyhogy ezt meg kell kerülni. Megpróbálom erre, hát hogyha itt valahol te el lehet mellette menni. Hát viszont látjátok, áram nincs benne, mert hogy el van szakadva. És itt is volt villanypásztor, csak itt már decig leszerelték. Hát most kénytelen vagyok itt menni valameddig. Aztán majd valahogy megkerülni ezt az egészet. És valahol ott távolabb visszamászni a sinekre. És itt sikerült visszajönni. Itt egyébként jobbról meg lehet kerülni. És ott van a villanypásztornak a vége, ott látszik a háttérbe. Hát igen, hogyha hamarról kerültem volna, akkor az még az nagy kerülő lett volna. És hát itt tovább, hát itt mondjuk annyi könnyítés azért van, hogy ki lehet menni a szántóföldre itt még az erdei szakasz előtt. Hogyha nagyon gáz lenne itt a pályán, akkor mellette a szántóföldön ki lehet kerülni. Egy beton áteresz. És itt van a vágány is. Itt kerülni kellett egy szakaszon, viszont itt vissza kell menni a sínekre, hogy ezen átmenjek. Bár az se biztos, mert úgy tűnik, hogy kiszáradt már, bármi is volt ez. De megpróbálok itt fölmenni. Szóval egy átveszen sikerült kikerülni a villanypásztort, és sikeresen bele is gurultam egy csalámba. Egy csalámbokorba, úgyhogy reumás egy darabig nem leszek. Hát itt, ez. Itt tenyereltem bele. Na se baj, hát akkor kastélyos dombó fele megyünk. Hát így néz ki a pálya. Hát így néz ki egy kiadós reumellenes kezelés. Ez egy bokor csalán. Na, és ez az, ami nem szabályos. Villanypásztorral el van kerítve a vágány is. Ami meg vasúti terület. Hát, vagy ott lépek át, vagy pedig itt limbó hintózva. Azt szerintem ez alatt még át tudok kúszni, és ez a legegyszerűbb. Sőt, itt le van szakadva. Akkor még egyszerűbb. Aha, hát ott elég magasan van, ott fogok átmenni. Na egyébként így néz ki a pálya. És már szelvénykövet nem láttam egy ideje. Nagyon benőtte a gaz. Aztán szerintem nem vettem észre, hogy van. De a 796-osnál volt lávafok. És valahol a 1016-os környékén indultam. És arra felem már tényleg kastélydombó közeledik.
és Kastélyos Dombó állomás. Hát itt az utcafront felőli oldal, de majd mindjárt megnézem a vágányok felől is. Hát padlásfeljáró megvan. Jó, be van deszkázva, vagy hát ilyen USB lapozva az összes nyílászáró. És egy felirat, hogy az épület megközelítése balesetveszélyes. Hát mondjuk úgy szerintem jól tartja magát, ahhoz képest, hogy itt áll elhagyatottan már ki tudja mióta. Nyilván lakatlan is. De hogy az ilyet miért nem lehet lakóháznak használni? Akár szükséglakásként, vagy bármiként kiadni. Hoppá, és hová lettek a vágányok? Ezt nézzétek. 2011-es leltár azért van rajta. Itt valaki járt, ezt viszont feltörték. Akkor lehet, hogy mégiscsak lakik itt valaki. Jó, hát igen, ez volt a váróterem, ott van a pénztár. És itt a biztosítéktábla. Ez pedig a forgalmi iroda volt. Nem tudom, van-e itt valaki. És ez lehetett egy korafürdőszoba. Meg a szolgálati lakáshoz a bejárat. Itt volt egy kája is. Hát ezt ugye kiürítették ezt. Igen, ez annyi, hogy ezt valaki feltörte. És úgy költözött ide be. De úgy látom, nincs itthon. Úgyhogy... Bár valószínűleg ez egy állomás volt, és itt voltak több vágányok, és azt már korábban felszedték. És maradt az átmenő, ami meg ugye ott van a gazba. De ezt majd mindjárt megnézem. Ez pedig itt a melléképület. És igen, itt a gazban vannak a vágányok. Ez egy áthatóhatatlan zsumbúj. És itt a WC. Hát majd arrafele kéne valahogy tovább menni. Na ezt nézzétek, ekkora a zsumbúj. Továbbra is. 97-es szelvény, illetve 970-es. Hát... Mondhatni, nem sokat haladtunk. Hát itt pedig kezd nagyobb lenni a gaz megint. Na, útban zádol fele. Itt volt egy átelet. És akkor majd itt kéne vagy visszamászni a töltésre. És erre fele kell tovább menni, viszont itt is van egy menekülő út, úgy látom. Mellette itt kisebb gazban el lehet jönni. Na, akkor közeledünk zádol fele. Kicsit kitisztult a pálya, nem nagyon, de azért egy picit most talán jobb a helyzet. És ugye arra fele kell tovább haladni, és szerintem az a víztalony ott a háttérben, meg az a ház, az már zádol. És erre fele tovább. Egyébként jelez itt a térkép egy M60-as autópályát, és viszont szaggatottal, tehát szerintem az még vagy épül, vagy még csak a nyomvonal van kijelölve. De hamarosan keresztezni fogjuk azt is. És ezt nézzétek, itt eltűntek a sinek a gazba valahol. Már itt korábban, és itt a kukoricaföldön sincs sehol pedig. Itt kéne lennie, mert a térkép is ezt mutatja, és ott van szembe az állomás, és még sincs ennek sehol. Tehát itt kéne valahol, hogy legyen. És egyszerűen itt teljesen eltűntek már a sinek. Kicsit eltájoltam magam az előbb, de itt vannak a sinek. Megvannak, csak eléggé benőtte a gaz. És közben zádol. Itt van egy őrhely. Egykor állomás volt, zádol is. De úgy tűnik, hogy itt már korábban felszedték a vágányokat. És itt van egy őrház, ami viszont lakatlan és üres. Itt volt a villanyóda szekrény. Szépen néz ki a födém is, ennyi. Ez egy őrhely volt. Semmi egyéb. És bizony itt volt egy kút. Ott meg szerintem valami rakodó maradvány, lehet, hogy élőállat rakodó volt ott. És itt van az ádori épület. Hát innen látszik egyébként, hogy
Itt korábban állomás lehetett, még pedig három vágánnyal. Ja, azért is vannak távolabb a kandeláberek. És itt viszont nincsenek a nyílászárók be. USB lapozva. De itt van a tábla. Zárdor megállóhely. Ez még a vonal életébe került ide. Háttérben ott van a WC épülete és egy melléképület. Hát a disznó volt az szerintem. Megnézem az utcafront felüli részét is. Az lehetett ott az élőállat rakodónak a maradványa. Van egy kút. Itt pedig van egy padlás feljáró. És itt van zárdor épülete a utcafrontról. Mellette melléképület, disznóval. És akkor gyerünk tovább. 2 kilométerre van szerény. Itt egy átjáró, már zárdor után. Hát, látszik, hogy 2006 óta nem járt vonat ezen a szakaszon. Ez egyre rosszabb. És még egy régi átteresz egy kiszáradt mederbe. És hát itt elfele van tovább a vágány, de sokszor nem lehet rajta menni, mert akkora a gaz tényleg, hogy egyszerűen átlatolhatatlan. Rózsabokros dzsumbúj az egész, hogy itt az erdőbe megyek mellette. Na, ezt nézzétek. Volt egy kisebb dzsumbúj megint, és a 938-as szelvényben vagyunk, ami ja, azért érdekes, mert ja, az áldor a menetrendkönyv szerint is itt 11 kilométerre van Középrigószról. És hát az 1100 valahányosnál kellett, hogy legyen. De azért többet kellett volna ennél haladni. Tehát ez mintha csak 8 kilométert jöttem volna. És ilyen 796-nál van drávafok. Tehát akkor innen lenne még 16 kilométer drávafok, és az is sok. Nem, vagy valahogy nem jön ki a matek. Hát ugye, haladunk. Tehát még lenne 13 kilométer, ennek kéne még lennie. Az előbb mellé ment, tehát nem 16, hanem csak 13 kilométer. És hát az meg úgy, hát úgy nagyjából esetleg kijön, de... Hát csak akkor is, hogy csak 10 kilométert haladtam volna Középrigósztól, az valahogy nem jó. Hát itt volt a nagy gaz. Itt van egy útátjáró, hát azért a sidek valamennyire kilátszanak. És szörény pedig arra fele van, hát itt van egy még nagyobb gaz, viszont van itt egy földút mellette, úgyhogy most indestől kezdve megyek inkább azon. Elvileg néhány száz méter után van egy másik átjáró, és ott van a megálló. De most ezen a gazon nem lehet már keresztül menni, úgyhogy megyek itt mellette. Na, ez a dzsungel van a sinek helyén. És szörény megállónál vagyunk, így elmutatom. Hát az ennyi, ez egy megállóhely, szerintem ez korábban is az volt. És itt van egy ilyen bódé, és nagyjából ennyi. Hát egy betonessőbe álló. Ott van egy pad is, aminek csak a beton része van még, meg a fa részét azt már réges-rég ellopták. Itt van letéve néhány régi betonalj, és hát ez mind. De majd még azért az utcafontját megnézzük, de ez mind. És így néz ki. Egy gajtörő dzsumbúj menet vége egyébként, kellett egy pár kilométert kerülni is. Itt mellette a szántóföldön lehetett sétálni, így jó pár száz méteren keresztül, aztán meg egy földúton. Egyszerűen áthatóhatatlan dzsumbúj volt a síneken. És akkor itt lesz mindjárt egy átjáró. Egyébként ez már két új falu. Itt van jobb oldalt a temető. És ott lesz mindjárt, ahol a villanyvezetékek vannak a háttérben. Egy közút, és akkor onnan kell még egy kicsit menni, pár száz métert talán az állomásig. Na, itt van egy szelvénykő, csak nem olvasható, hogy melyik. És egyébként ez már két új falu. Van egy útátjáró, és akkor onnan az állomásig. Innen már tényleg nincs sok, de hatalmas dzsumbúj van ott is. És ezt nézzétek, itt van a átjáró balsínszál. Ez a legjobban járható út az egész eddigi szakaszon. Hát megint egy erdei szakasz, itt már a célegyenesbe. Viszont itt már azért egy picivel jobb a helyzet. Tehát gyakorlatilag már itt vagyunk bent két új falun.
Így. És hát ahhoz képest, hogy a térkép az csak pár száz méter tiltvál, elég régóta élek itt a gazba. Hát vagy csak lassan haladok, és ezért tűnik úgy, hogy sokat jöttem, de szinte mintha semmit nem haladtam volna. Na de hát, ameddig ennél rosszabb nem lesz a helyzet. Ott egy 98, hát az lehetetlen. 98 biztos nem lehet. 853 lenne. Hát az is gyanús, annyi sincs a biztos. Az első az uti 9-es. De 53 se lehet, tehát ezt, na, hát ezt... Várom a megfejtéseket, hogy ez itt hanyas. És akkor ezt nézzétek, szó szerint az utolsó métereken. Ott azért Dzsumbuj mögött már gyakorlatilag két új falu van. Ezt nézzétek. Két új falu, állomás. Vagyis hát most már megállóhely. És itt megy tovább a sín Tekla falu fele, de az majd a későbbi bejárás lesz. Most el kell érni a buszt. És az utolsó, tényleg, az utolsó hát olyan 60 méter. Na, ez brutális volt. Alig lehetett itt átjönni. Tényleg ez volt a legbrutálisabb ebbe az állomás közbe. Nyílt vonali bozótos nem volt ekkora, mint ez. És hát akkor mi megnézzük az állomási épületet, aztán azt, hogy hol a busz megálló, és 15 óra 50-kor el kell érni a buszt. És itt sincs ennek a nyílászárók be OSB lapozva, és még a spalletták is megvannak. Na, erre mondta az egyik állomási épületben lakó, hogy ezt a típusút már nem gyártják, ezt egyedileg kell legyártatni, mert ő is egy korfűen akarja felújítatni. Tehát, hogy visszaalakítani olyanra, amilyen volt, és ahhoz kellettek volna. De a szabványos mávkerítés megvan. És így néz ki az utcafrontról, körbe is van kerítve. És akkor sikerült a végére érni. Innen indul sejjéről a busz, sikerült elérni, hát már csak meg kell várni. És hát akkor itt vagyunk két új falunál, és akkor ez a kis videó ennyi lett volna. Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Sziasztok!